Michael Caine, Fülöp Zsigmond, Anthony Quinn, Mádi Szabó Gábor és James Mason, Szabó Otto főszereplésével bemutatjuk a Marseille szerződés című filmet. További magyar hangok. Perlaki István, Farkas Zsuzsa, Almási Éva, Rajhona Ádám, Somhegyi György, Szokolai Otto, Gruber Hugo, Mór Marianna, Kassai Ilona, Freud Edit, Kautsky József. Magyar szöveg Dobos Éva, hangmérnök Láng Noémi, rendezőasszisztens Szőnyi István, vágó Katona Edit, gyártásvezető Dudás Ica, szinkronrendező Hazai György. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Pannonia Filmstúdióban készült. Fényképezte Douglas Locombe, zene Roy Budd, írta Judd Bernard, rendezte Robert Parrish. Mit nézel? Téged. Miért olyan nagyon megváltoztam? Igen. Előnyödre. Eláruljak valamit? Halljuk. Te is előnyödre változtál. Akkor jó. Jó ilyet hallani. Gyere, Steve, otthon vár a babysitter. Már egy fél órája otthon kéne lennem. Jó van, elviszlek. Ne fáradj vele. Mindig van taxi a sarkon. Ez nem fáradtság. Taxival megyek. Szeretnélek elvinni. Addig is veled vagyok. Muszáj, hogy a férjem a te kocsiba lásson. Azt se tudom, mikor jön haza. Lehet, hogy már ma este. Ide hallgass, beszélnünk kell. El kéne döntenünk a dolgot. Te már réges-régen eldöntötted. Ne vard az én nyakamba! Te döntöttél! Én csak annyit kértem... Steve! El kell indulnom. Bocsáss meg. Mondd csak, és holnap? Holnap láthatlak? Nem, holnap fogorvoshoz iszem Kevint. Talán pénteken. Pénteken dolgom van. A hétvége kiesik, azt tudod. Igen. Hát akkor csak a jövő hét marad. Igen, a jövő hét. Az idő és a hely ugyanaz. És hála az égnek ugyanaz. A hölgy is. Mr. Ventura, ön az Egyesült Államok Követsége kábítószer ellenőrző részlegének rangidős tisztje. A hivatalos nyilvántartás szerint ez az ember Frank Matthews. Valóban Frank Matthews? Igen. És ezt az embert ismeri? Soha életemben nem láttam. És ön? Mr. Povakian, ön felismeri ezt az embert? Nem. Ki ez? Charles Wilmet. Marseille-ből való. Soha sem jártam Marseille-be. Mr. Ventura, egy pillanat. Szeretnék föltenni önnek néhány kérdést. Most rögtön, Monsieur Briard? Nem. Mondjon egy alkalmas időpontot. Várjunk csak. Fél hétkor. Rendben van. A Rafael bárban. Jó van. Még valamit? A barátja házas ember volt.
Igen. Akarja, hogy én mondjam meg a feleségének? Majd én megmondom neki. Steve. Igen. Tudod, hogy kiölte meg Matthews-t, igaz? Van róla egy elképzelésem. Nekem is van. Ide hallgass, miért nem teszünk róla, hogy ez a Brizár eltűnjön a színről? Szépen csöndesen. Hogyan? Úgyhogy megöljük. Ez tiltja a törvény, Joe. Zsaruk számára különösen. Steve, hogy kerülsz te ide? Beszélni akarok veled. Kevin, légy szíves, vidd ezt át a hálószobába. Ezek a játékok. Tudod, hogy abban állapodtunk meg, hogy nem jössz ide, amikor fenntávolod. Sajnálom, szívem, de az a helyzet, hogy tegnap este... Kevin, menj át egy kicsit játszani Jean-Claude-hoz. Anu, nem értem, hogy mit mond. Te vagy az ő hazájában. Neked kell megtanulnod az ő nyelvét. Na, indulás. De anyu, igazán. Na, hagyd most ezt, gyerünk. Rita. Miért nem ülsz le? Fölteszek egy kávét, egy pillanat is. Várj, szívem, várj. Engedd, hogy elmondjam. Szóval tegnap este megölték Franket. Fölteszek egy kávét. Bocsásson meg, hogy késtem. Volt egy kis probléma. Probléma? Semmiség. Azt mondta, kérdezni akar néhány dolgot. Maga rendőr, Mr. Ventura. Én is az vagyok. Miért nem segítünk egymásnak? Benne vagyok, de előbb mondja el, mit tud. Mindössze annyit tudunk, hogy Matthews az Egyesült Államok rendőrségének kábítószer részlegében dolgozott. Az elmúlt 6 hónapban ön volt a párizsi iroda vezetője. Látom, megtanulta a leckét. Igen. Mondja csak... Miért hordott magánál Matthews hamis kanadai útlevelet és hamis tengerész igazolványt? Alig, ha nem Quebecből való volt. Miért éppen onnan? Mert ott franciául beszélnek. Ah, hát persze. Na és miért volt nála ez a fénykép? Marseille-ben járt, hogy bizonyítékot szerezzen Jacques Brizard ellen. És talált? Kellett, hogy találjon valamit, különben miért ölette volna meg Brizard? Van erre valami bizonyítéka? Börtönbe zárja, ha szerzek bizonyítékot? Brizard személye, hogy is mondjam csak, megközelíthetetlen. Túlságosan nagy védelmet élvez. Személyi és politikai védelmet egyaránt. Az ilyen emberre mondják, hogy 7 élete van. A macskámra is ezt mondták, amíg valaki meg nem örte. Visszatérve Brizardra, ha betör a magánéletébe, megöletheti önt. Már is azon igyekszik. Bátorkodom azt ajánlani, hogy kezdjük egy sor előétellel. Ezt követné egy mediterrán vegyestel, pezsgőben flambírozott tengeri sügérrel. Hozzágevő Czramminer 70, utána őzdió vadasabb, desszertnek pedig ajánlanék egy Arlekin szuflét. És hozzá pezsgőt Dom Perignon 65-öt. Megfelelőnek találja Brizard úr? Köszönöm, uram, tökéletes. Jótékonysági vacsora lesz. Mit gondolsz, Lucien? Ez az Arlekin szuflé kinyitatja majd velük a pénztárcájukat? Szerintem kézigránátra volna szükség ahhoz, hogy egyik-másik kinyissa. És te mit gondolsz, szívem? Pardon? Arról beszélünk, hogy mit tálaljunk föl. Ez nagyon fontos. Nekem csak egy vegyes salátát. Nem a te ebédedről van szó, hanem arról, hogy mit adjunk a vendégeinknek a jótékonysági vacsorán. Nekem mindenben az a jó, ami neked édes. Mr. Ventura. Igen. Mindjárt 6 óra, lejárt a munkaidő. Igen. Mondjam, hogy kik hívták telefonon? Mondja. Bowman Evans Jacobs Jones Henshaw. És végül, de nem utolsó sorban a makacs, Joe Kovákian, aki később majd még hívja. Más nem keresett? Nem. Van még egy pohár az íróasztalban. Aha. Legyen a vendégem. Mi a csodának gyötri magát annyira?
Ezt meg honnan veszi? Ugyan, látom én azt. Elég régóta ismerjük egymást. Úgy olvasok a szeméből, mint egy könyvpörgő. El ne mondja a végét. Tulajdonképpen mi bántja? Igazán tudni akarja? Gyűlölöm ezt az irodát. De legfőképp ezt az íróasztalt. Jobb szerettem odakint lenni. Odakint? Az még sokkal rohadtabb. Nem tudom, mi van velem, Sally. Azelőtt szerettem, amit csinálok. Maga a párizsi iroda vezetője. Törődjön bele. Nem tudok. Jó napot, Janet. Jó napot, Mr. Ventura. Mr. Williams nincs bent? Csak három szót akarok neki mondani. Tényleg nincs bent. Hol van? Ott van, ahol minden szerda délután szokott lenni, de ott nem akarom zavarni. Persze. Mr. Ventura, mi az a három szó? Az első az, hogy menjen. Cserélek hármat. Tessék a három. Egy. Tessék. Gyere csak. Tessék. Én kiszállok, Steve. Én is kiszállok. Osztó hármat cserél. Red, beszélnem kell veled. Éppen most a játszma kellős közepén. Ez egy százasodba kerül. Fred, komolyan beszélnünk kell, nagyon fontos. Na rajta mennyit hisz? Hagyd most békén Fredet, kártyázni akarunk. Most játszol vagy nem? Hívtam. Jó, 250-et emelünk. 250 az emelés. Itt van 100, és tessék 250. Fred, én gyűlölöm az íróasztalomat. Steve, majd veszünk neked egy új asztalt. Na mi lesz, Jimmy? Hívsz vagy nem? Kiszállok. Most kártyázunk, vagy bútorokat tologatunk. Söpörd be a dohányt. Jól bejött a blöff, mi? Egy egész rakás dohányt jelzünk. Jó, én jövök. Vár, Fred, hagyd ki ezt a kör. Tényleg beszélnek. Ide, hallgat, Steve, nem beszélhetnénk meg a dolgot holnap nagyon meg a hivatalban. Fontos, hidd el, most kell veled beszélni. Mentek át a hálószobába, hogy ne zavarjatok. Jó ötlet, gyere, Fred. Rendben van, Jimmy, te vagy az osztó. Osszál nekem, és mindjárt jövök vissza. Nem szereti az íróasztalát. Kivel ez, Steve? Mi bajod van? Mondtam már. Gyűlölöm az íróasztalomat. Én sem vagyok oda az enyémé. És most hadd menjek vissza pókerezni. Várj egy pillanatig. Nagy szívességet szeretnék tőled kérni. Engedd, hogy elkapjam Jacques Brizard. Tudod, hogy ezt nem tehetem meg, Steve? Várj. Te is tudod. Először megölték Ed Marcust. Most Frank Matthews-t. És tudjuk mind, hogy Jacques Brizard-re lett meg. Ez igaz, de rábizonyítani mégsem tudjuk, igen, hogy... Igen, figyelj, engedj el Marseille-be, és megszerzem a bizonyítékot. Steve, nem mehet sehová, megértette. Gyilkoljon csak kedvére, amíg jól esik neki, akkor fogsz elengedni, ha már kiirtotta a félhivatal. Fogjátok már be a szátokat a jóistenit. Háj fejű barom! Na, ide figyelj, beszéljünk világosan. Jól van. A francia külügyminisztérium 6 hónappal ezelőtt panaszt nyújtott be ügyosztályunk ellen, és tudod, hogy mit mondtak? Hogy zaklatunk egy köztiszteletben álló francia állampolgárt. Igen. Mondtam neked, hogy hagyd békén Jacques Brizard-t, és te erre mit tettél, a nyakára küldted Matthews-t? Nem én csinálom a szabályokat, én csak betartom őket. Vagyis üljek szépen vissza az íróasztalon. Úgy bizony, melegen ajánlom, és hagyd békén Jacques Brizard-t, különben máshová helyeztetlek. Szép kilátás. Ide hallgass, Steve. Én a helyedben nem kockáztatnám a pozíciómat. Jó beosztásod van, jó fizetésed. Te vagy itt a korelnök, te kezeled az extra pénzalapot. Elkölthetsz belőle akár évi 100 000 dollárt is. Ne feledkezz meg a nyugdíjjogosultságomról sem. Te ne feledkezz meg a nyugdíjjogosultságodról. Hát jó. Remélem nem vittem el a szerencsédet. Köszönöm a leckét. Szervusz, én gorilla. Ki mondta ezt? Én mondtam. Te hízad, disznó!
Hová visznek? Biztos, hogy ezek voltak? Arcokat sosem felejtek el. Ezekért különösen nem. Az előbb beszéltem Marseille-jel. Ők nem lehettek a támadói. Aha. Ugyanis nincsenek Párizsban. Értesüléseim szerint 2 hónapja ki sem mozdultak Marseille-ből. Ezek szerint tévedtem. Kétségkívül. Egyébként Brizárnak dolgoznak.
Értem. Mondja csak, mit tenne, ha valaki meg akarná ölni? A fizetésemért elvárják tőlem, hogy az érzelmeimen uralkodni. Nekem tudom. Annyit nem tudnak fizetni. Ventura. Tessék. Megértem a türelmetlenségét, a dühét, a csalódottságát. De ez a legrosszabb lelki állapot ahhoz, hogy az ember valamilyen akcióba kezdjen. Egy kollégám is próbálkozott mindenfélével, 4 évvel ezelőtt. És mi történt? Elmentem a kivégzésére. Olyat is ismertem, aki hivatásos bérgyilkos szerződtetett, hogy az végezze el a munkát. Az ő kivégzésére is elmentem. A bérgyilkosére? Nem. Azért, aki fölbérelte őt. Jöjjön, menjünk be az irodámba. És felejtsük el ezt a morbid beszélgetést mindenféle bérgyilkosokról. Egy barátom küldött nekem egy láda sátóikemet. Ivott már ilyet? Nem, azt hiszem, még nem. Vigyen el egy üveggel, nagyon jó. Nagyon köszönöm. Bár az az igazság, hogy én minden bort muskotáj ízűnek érzek. Muskotáj? Igen, tudja, gyerekkoromban mindig ezt ittuk odahaza Jerseyben. Volt egy kis szőlünk, magunk szüreteltünk, és... Hogy hívták azt az embert? Kit? A barátomra gondol, akitől ezt a bort kaptam? A bérgyilkosra. Maga tréfál. Mennyibe kerülhet? Bűnrészességre akar rávenni egy előre megfontolt szándékkal elkövetendő gyilkosságban? Nem akarom én rávenni magát semmire. Csak azt kérdeztem, mennyibe kerülhet? Csak hogy én nem rendelkezem ilyen célra semmiféle extra pénzalappal. Én igen. Jól van. Bizonyára van ilyen ember, aki jó pénzért elvállalja. Jacques Brizard megölésére a legjobb esetben 50-50 százalékos esélye van. Így gondoltam én is. De azért megfelelő összegért, véleményem szerint, egy profit talán mégis megkockáztathatja. Ki az a személy? Az illető nagyon elővigyázatos ember. Számos gyilkosságról tudunk, amelyben része volt. A munkájának jól megkéri az árát. Sok hölgyismerőse van, de egyik sem tartós kapcsolat. Egyedül él. Szenvedélye az autóvezetés. Szeretnék találkozni vele. Megoldható? Semmi akadálya. Persze nem hivatalosan. Csak is. Nem hivatalosan. Steve! Szervusz, öreg fiú! Johnny, ez aztán a meglepetés, de örülök, hogy látlak. Mikor találkoztunk utoljára? 5 éve? 6 éve? 6? Már 9 éve is megvan.
A mindenit, hogy repül az idő. Mi van veled? Beszélj, mit csinál? Hát, csináltam ezt is, azt is az évek során. Na és veled mi van? Ugyanott húzom az igát. Te, Johnny, nekem találkozom van valakivel. Mi lenne, ha együtt vacsoráznánk? Találkozunk este 6-kor. Steve! Én vagyok a te embered. Velem van találkozód. Én vagyok az. Nem értem. Miről beszélsz? A szerződésről. Én vagyok az, hidd el. Johnny, ezek szerint te... Miért ne? A fizetség jó, a munkaidő rövid. És, mint az egyszeri ember mondta, nőket és gyerekeket soha nem bántunk, mi csak egymást lőjük. Alaposan megváltoztál. Nem változtam én meg, csak éppen munkát változtattam. Ide hallgass, nincs sok időm. Ki akarsz nyiratni valakit? Add ide a pénzemet, és én megcsinálom. Hát akkor állapodj meg Briákkal a részletekben. Én nem bízom a zsarukban. Én is zsaru vagyok. Te a barátom vagy. És ahogy az egyszerű ember mondta, jó egy barát a háznál. Így van, Steve. Összesen 25 ezer dollár lesz. 25 ezer? Igen, és természetesen tudnom kell, hogy hol és kicsodát. Marseille. És az illető? Az illető neve Brizard. Jacques Brizard. Jacques Brizard. Nos, ez esetben 50 ezer dollár. És a fizetséget előre kérem. Itt várlak 5 órakor. Rendben. Várj csak. Bocsáss meg. Mondd, mi történt valójában? Steve, az égvilágon semmi nem történt. Az vagyok, aki voltam. Szeretem a lányokat, szeretek tévét nézni, gyakran meglátogatom az anyámat, szidom a közlekedést, a telefont, az időjárást, épp úgy, mint az előtt. Hol van Kurt? Még Párizsban. Ventúrát akar-e lekapcsolni. Egy ilyen pozícióban lévő embert, mint Ventura, inkább politikailag kellene lehetetlené tennünk. Üzenj Kurtnak, hogy jöjjön vissza. Aztán menjenek Lazárhoz, és tisztázzák vele, van-e elegendő vegyszer 400 kiló nyers morfin finomításához. Miért gondolta meg magát? Nem akarom, hogy bármi is megzavarja ezt a mostani akciónkat. Ami Ventúrát illeti? Egyelőre felejtsük el Ventúrát. Most az a legfontosabb, hogy Lazárral dűlőre jussatok. És ha lehet, ne vigyetek fegyvert. Némi információ Brizardról. Van benne 3 útlevél John Davos névre, és egy telefonszám. Csak végszükség esetén hívd. Nem foglak felhívni. Sok szerencsét, Johnny. Steve! Igen? A pénz. Nézd csak, majdnem elfelejtette. Meg se számolod? Megbízom benned. Szeretném átfestetni a kocsimat. De hiszen vadonatúj kocsija van. A feleségem nem szereti a színét. Mutatok néhány színmintát. Lázár, 18-án nagy rakomány nyers morfint hozunk be. Hajnali 3 és 4 óra között juttatjuk el önhöz. Mekkora tétel? Elegendő ahhoz, hogy mintegy 400 kg heroint állítson elő belőle. Akkor több emberre lesz szükségem, és nagyobb tégelyekre. Ez a maga problémája. Menjünk. Hát akkor, ha hajlandó rááldozni ezt az összeget, mi a magunk részéről elvégezzük a munkát. Ne felejts el, 18-án. Meg lesz.
Bocsáss meg, hogy késtem. A csomagokat beteszem a kocsimba. Ne hagyd, maradok a taxinál, ne fáradd magad. Készítsd meg, nem bonyolítsuk a dolgot. Kevin, Kevin, siess már! Mikor látlak? Azt most még nem tudom megmondani. Annyi mindent kell otthon rendbe tennem. Mégis, mennyi idő múlva? 2 vagy 3 hónap múlva. Nem tudom pontosan. Legalább a repülőtérre, hadd vigyelek ki. Búcsúzzunk el szépen egymástól. Rita, nem búcsúzhatunk el csak így. Légy szíves. Jó. Vigyázz a mamára, öcskös, jó? Vigyázz, Steve. És vasárnap felhívlak. Várni fogom a hívásodat, Steve. Viszlát. A pénzre nincs szükséged? Nem, köszönöm, van elég. Minden rendben. Nyugodj meg. Szia, Kevin. Szervusz. Kérem, gyorsan a repülőtérre. Szervusz, Steve. Remek találkahely. Jobbat nem is találhattál volna. Én is azt hiszem. Mit hoztál? Valódi ütőkártyát, most ne koncsíphetjük Blizzard. Hogyan? Látod ott azt a pasast? Egy ezresért hajlandó köpni. Mit tud? Maradj. Hello. Hogy mind? Minden oké. Láttad azt az embert ott a piszoárnál? Attól kapod meg a pénzedet. Mm-hmm. Oké? Aha. Ez az az ember. Jó napot. Elhozta a pénzt? $1000 volt szó. Mm-hmm. De előbb mondja el, mit tud. Egy pillanat. Mondd el neki is, amit nekem elmondtál. A rakomány mai elindult Törökországból. Jó, de hová érkezik? Marseille-be. Ha? És hányadikán? 18-án. Mennyi? 400 kiló. 400 kiló micsoda? Nyers morfin. Ki a vevő? Nem tudom. Tegnap este még tudtad. Ez Joe, megmondja ő szépen magától is. Ki a vevő? Blizzard. Jacques Brizard? Mm. Jacques Brizard. Marseille nagyváros. Hol veszik át? Nem tudom. Nem tudod, hol veszik át? Nem tudom.
Szóval ennek a barátomnak volt egy 56-os Mercedes-e. 300 SL. A sirályszárny. Tudja, melyik az, amelyikbe így kell bemászni. Az ajtaja a tetején van. Igen, az gyönyörű kocsi volt. De nyáron nagyon meleg. Nincs szellőzése. A barátom egy rakás pénzért légkondicionálót építetett be. Akkor már csak egy probléma volt, hogy a légkondicionáló még csak befért, de ő már nem. Itt készpénzzel nem lehet fizetni. Csak alá kell írni a számlát. Mint hogy ő nem tagja a klubnak. Értem, ebédre nem hív meg. Inkább délután egy koktélra hozzánk. De én csak tréfának szántam. Én nem szántam annak. Na és mit vegyek fel? Bármit, amiben kényelmesen érzi magát. Azt hiszem, már tudom, mi lesz az. Bum! Van valami hír Direyről? Nincs, éppen ezért hívtam magát. Úgy döntöttem, Riák, hogy felbontam a szerződést. Miért? Meggondoltam magam, majd valami más módon intézem el Brizárt. Hogyan? Ez jó kérdés. Minden esetre szeretném, ha átszólna Marseille-be, hogy fogják le Direyt. Na jó, de milyen ürüggyel? Tudom is én. Rablás, gyilkosság, mindegy, csak állítsák meg. Ez nem olyan egyszerű, mint gondolja. Hogy érti ezt? Rendőrtiszt vagyok. Nem adhatok valakiről hamis információt. De bérgyilkost ajánlhat, hogy eltegyem valakit láb alól, igaz? Hívja csak fel Marcelt. Állítsa le Direyt. John Davos vagyok. Brizár kisasszony meghívására jöttem. Igen, uram. Jó napot kívánok. Üdvözlöm. Jöjjön be. Nehéz volt ide találnia? Ide találni könnyű volt, csak a házat volt nehéz megtalálni a kertben. Apám már nagyon türelmetlenül várja. Üdvözlöm a házamban, Mr. Davos. Jó napot. Grófnő, hadd mutassam be önnek Mr. John Davost, Dorville grófnő és Madame Apkar. Alig, ha nem szívesen inna egy kortyitalt. Egy viszki tisztán legyen szíves. Üzleti ügyben utazott ide Marseille-be, vagy üdülni jött Mr. Davos? Nos, valójában mindkét céllal. Remélem, sikerrel valósítja majd meg mindkét tervét. Köszönöm, biztos vagyok benne, hogy így lesz. Ez évi jótékonysági bálunkat a túlélés eszméje jegyében rendezzük meg, tekintettel a környezetszennyeződésre. Bravo, Monsieur Brizard. Én szívvel, lélekkel támogatom Önt. És persze, megfelelő adománnyal is. Köszönöm szépen. Magát is érdekli a túlélés témája, Mr. Davos? Mondhatnám, ez a veszőparipám. És a környezetvédelem problémakörének melyik aspektusa foglalkoztatja Önt a leginkább? A túlnépesedés. Tudja-e, Mr. Davos, hogy Jézus Krisztus idejében még csak mindössze 100 millió ember élt a világon, a 17. században pedig már 500 millió. Szeretkezni mindig fognak az emberek. Akkor hát mi a megoldás?
Én találtam megoldást. Csak nem a születésszabályozásra, vagy az abortuszra gondol? Csak ugyanez járna az eszében? Nem, semmi ilyesféle. Hát akkor mire gondol? Véleményem szerint némelyeket meg kell ölni. Helyes. De ki csodákat? A rossz embereket. Na jó, de hát ki dönthet egy ilyen kérdésben? Például a kokáért én, grófnő. Különben valaki képes és magát teszi el láb alól. Hát még ha táncolni látna. Kamerák előtt soha nem csókolózom. Ezek a féle házőrző kamerák, a biztonság miatt. Az ember sosem lehet elég óvatos, igazán van? Röncsöljön velem holnap a klubban. Jó, de ezúttal én fizetek. Egy órakor várom. Mennyit parancsol? Egy kilót. Tessék, parancsoljon, uram. Tessék. Köszönöm. Tizennyolcadikán nagy szállítmány érkezik Marseille-be. Pontosan hová? Azt nem tudom. Biztos, hogy 18-án érkezik? Biztos. Fournier! Igen. Davos valódi neve, Diray. Párizsban körözik bankrablás és gyilkosság miatt. Bizonyos benne? Tökéletesen bizonyos vagyok. Maga hol van most? Közel az új épülethez. Mindjárt oda megyek, várjon meg. Oké. Bocsássatok meg, kedveseim, de sürgősen el kell mennem. Volna kedve elkísérni engem? Útközben beszélgethetnénk. A kávéra vissza is jövünk. Bocsássanak meg. Egy pillanat, Monsieur Brizard. Az emberek többsége rabja a szokásainak, nem gondolja? Ragaszkodunk bizonyos dolgokhoz. Mindig ugyanolyan kocsit veszünk, ugyanazt az ételt rendeljük. Kialakult sémáink vannak. Én például ugyanannál a szabónál dolgoztatok. Már 30 éve. Ha valami egyszer bevált, nem cserélem el semmi pénzért sem. Igen, ezzel én is így vagyok. Ami magát illeti, meg vagyok róla győződve, hogy mindig ugyanolyan típusú fegyvert használ. Azt mindig a helyzet dönti el. Most éppen milyen tartott alkalmasnak? Bámulom a választását. Beszélnem kell a munkavezetőmmel. Jöjjön velem. Remélem, nincs tériszonya.
Miért akart engem félrevezetni? Nem tudom, miről beszél. Arról, hogy a rendőrség körözi önt bankrablás és gyilkosság miatt. Bankot nem rabolok, az nem az én profilom. Mi a profilja? Az attól függ, mire szól a megbízása. Hogy megöljön valakit. Mennyit fizet? 50 000 dollárban. Mikor? Most. Én úgy értettem, mikor kapom meg az 50 000 dollárt? Most. Melyiket? Vigyázzon, ne a jobb oldalit, az Carmé. Tőle fogja megkapni a pénzét. Carmé beszámolt nekem arról, hogy jó munkát végzett. Személyesen akartam ellenőrizni, hogy megkapja a kellő fizetségét. Köszönöm, Monsieur Brizard. Köszönöm. Ő fogja kifizetni magát. Carmé? Monsieur Brizard azt mondta, hogy maga fog kifizetni. Adja ide a tárcáját. Mikor a rendőrség megtalálja, a maga tárcája az ő zsebében lesz. Nem fogják felismerni a pasast? Arról én gondoskodom. Hát ez meg mit jelentsen, Sally? Azt mondta, gyűlöli az íróasztalát, vagy nem? Hát ez mulatságos ötlet. Tényleg mulatságos. Van valami újság? Nem túl sok. Mindössze annyi, hogy a könyvvizsgálók ellenőrzik a kiadásait. Miért? Először is a részlege 26%-kal túllépte a költségvetést. Menjenek a pokolba! Mit agadás? 50 000 dollár nem kis pénz. Ezt bízza csak rám. Azért nekem igazán elárulhatná, Steve. Hm? Mi a csodát csinált azzal a tömérdek pénzzel? Isi voltam Svájcba. Hm? Lássunk munkához. Halló, Mr. Ventura irodája. Mr. Ventura ott van? Ki keresi? Briák felügyelő. Briák felügyelő. Ó, nagyszerű. Halló, mi újság, Briák? Direi még mindig Marseille-ben van. El tudta csípni? Úgy is mondhatnánk. Lebukfencezett egy 35 emeletes épület tetejéről. A hullaházban van. Hallotta, amit mondtam? Igen, igen. Köszönöm. Foglaljon nekem helyet Marseille-be! Hiszem, hasznos lehet számunkra. De szeretnék többet tudni róla. Diré? Helyes. Nem a véleményére voltam kíváncsi. Egyszerűen csak információt kérek egy új alkalmazottról. Diré, alias Davos. D-A-V-O-S. Igen. Mint a város. Várom a hívásukat. Thank you.
It begins to turn. Run midnight, run a midnight. I do pretty well till after sundown. So by the time I'm feeling sad, but it really gets fair. Run midnight. Jó lesz az magának, ha az apám szolgálatába áll? Miért ne? Az apja jól fizet, és a mellékes is egészen szépen összejön. Most én hadd kérdezzek valamit. Jó az apja lányának lenni? De mennyire? Mindenem megvan, beleértve a mellékes juttatásokat is. És a maga apja él még? Nem. Hiányzik magának? Amíg élt, mindig éreztem a hiányát. De most, hogy már meghalt, nem gondolok rá többet. Fél a haláltól? Nem szoktam rá gondolni. Minek töprengjek valamin, ami elkerülhetetlen? Ez a baj a legtöbb emberrel. Túl sokat gondolkodnak, és túl keveset cselekszenek. Például? Van egy fotós barátom, aki egyszer elmagyarázta, mi a különbség egy amatőr és egy profi között. Azt mondta, az amatőr először gondolkodik, és közben a pillanat elszáll. A profi viszont megragadja a pillanatot, és utána gondolkodik. És maga melyik? Lássuk csak. Tegyük fel például, hogy kettőnk számára adódna egy pillanat. Én akkor azt javasolnám magának, hogy ragadjuk meg, és csak utána gondolkozzunk. Körülbelül 2 mérföldnyire délre az országúttól van egy bunker, ami megmaradt a Maginot vonalból. Mulhouse közelében. Ott egy Roger nevű ember várja majd, ő fogja elvinni a találkozó helyére. Az a fontos, hogy ne adja át a pénzt, ami hiánytalanul átnem vette az árut. Roger azután elviszi kocsin Lyonba, ahol vonatra szállhat, és úgy jöhet vissza Marseille-be. Ami az indulás időpontját illeti, már is indulhat. Rendben van, csak felveszem az akómat. Szervusz. Ide hallgass, most el kell utaznom. Reggel jövök vissza. Hová még? Csak ide a város környékére. Amit visszajöttem, felhívlak, rendben. Szervusz. Szervusz. Jó reggelt. Jó reggelt. Összeállítottam a vendégek listáját a bárra. Nagyszerű. A meghívottak között vagyok? Hát persze. Időzítés a legfontosabb. Hát persze. Mindent elrendeztünk. Semmit sem akarok a véletlenre bízni. Szombat este lesz a jótékonysági bálom. Az elején ott kell lennem, de 11-kor már találkozhatunk, és éjfélig maradhatok. Úgyhogy lesz elegendő időnk a pénzügyek elintézésére. Azt javaslom, hogy a Buenos Aires előtt várjon. Pontosan 11 órakor. Nem oda bent, kint. Helyes. A szombati viszontlátásra. Carmé fogja kivinni a repülőtérre. Ha visszajött, azonnal jelentkezzen.
főkapitányságra. Ruzsi? Igen. Várjon meg, kérem. Mindjárt jövök. Monsieur Marsac, tudomásomra jutott, hogy rövidesen nagy szállítmány kábítószer érkezik Marseille-be. Milyen fajta kábítószer? Nyers morfin. Mekkora tétel? 400 kiló. Talán azt is tudja, hogy ki az átvevő? Mindketten tudjuk. Kicsoda, Mr. Ventura? Kivásárol fel minden beérkező kábítószert. Jacques Brizard. Jacques Brizard az átvevő. Van még egyéb információja is a számunkra? 18-án érkezik. Mr. Ventura, ön azt mondta, hogy olyan információval szolgál, amely a mi számunkra fontossággal bír. 400 kiló nyers morfin, ez önnek nem elég fontos? Már tudomást szereztünk erről a szállítmányról. Tudnak róla? Igen, tudunk. Fárgász kollégám ugyanezt az adatot kapta egy informátortól. És még mit mondott magának? Más semmit, még ott az utcán lelőtték, amit elváltam tőle. Most mi a szándékuk? Ne aggódjon. Brizárt állandó rendőri megfigyelés alatt tartjuk. Aha. Megfigyelés alatt. Ez minden, amit tehetünk. Várunk. Érte. Na jó. Amíg várnak, ha nincsen lenne kifogásuk, körülnézek a városban. Menjen csak, remélem nem téved el Marseille-ben. Van térképen. Halálpontosak. Hozott nekünk valamit? És önök hoztak nekem valamit? Letartóztatjuk. Milyen indokkal? Kábítószerrel való üzélkedés miatt. Thank you.
Jó napot. Kaphatok egy szobát? És telefonálhatok? Hello? Lucien? Igen. Szeretném, ha találkoznánk. Miért nem jössz el a villába? Nem, oda nem megyek. Találkozzunk a jachtklubnál. Ott leszek körülbelül 3-4 óra múlva. A parkolóban. Rendben van? Rendben. Szervusz. Delay a jachtklubban találkozik a lányommal. Miért nem jöttél a villába? Apám és én aggódtunk, érted? Nyugtasd meg az apádat, hogy jól vagyok. Miért nem mondod meg te magad? Majd megmondom, ha találkozom vele. Mondd csak, egészen véletlenül nem tudod, hol van most az apád? Egy összejövetelen. Utána ő is idejön. Hány órakor? Hamarosan. Ígyunk valamit, aztán majd vele vacsorázunk. Nem, nem. 4 szem közt kell találkoznom vele, magántermészetű megbeszélni valunk van. Hogy akarod? Akkor itt maradok veled, amíg apám meg nem jön. Nekem ennél sokkal jobb javaslatom van. Miért nem mész inkább haza, veszel egy finom meleg fürdőt, meggyújtod a hangulatlámpát, parfümfelhőbe és sejemlepedőkbe burkolod magad. És? Én meglátogatlak, amint végeztem az apáddal. Elnézést, uram. Igen? Meg tudnám mondani, hogyan jutok innen a köztársaság sugárútra? Igen, itt van. Hajtson egyenesen. Találjátok ki, mi történt. Keresd elő! Múlt éjjel embereimnek sikerült elkobozniuk egy kis mennyiségű kábítószert. Melusz környékén. Mennyi az a kis mennyiség? Úgy körülbelül 40 deka. 400 kiló drog után szaglászom, és ebben még a piti ügyen... Még fejeztem be. Két pasi, aki benne volt a buliban, Brizár számára dolgozott. Értem. Ezek szerint ez a féle elterelő hadművelet. Pontosan. És volt ott egy idegen is. Egy harmadik pasas, aki meglépett. Egy bérgyilkos. A neve Delay. Delay? Jelent valamit magának ez a név? Azt jelenti, hogy egy süket zsaru vagyok. Ami azt illeti, magam is jól ismerem ezt az érzést. Tartogat még valami számomra, amit nem mondott te? Miért? Mert felhívom a figyelmét.
utálok veszíteni. Mr. Ventura oda bent van? Nem, nincs itt. Hát akkor arra kérem, keresse meg, és mondja meg neki, hogy hívja fel a 10-es számú szobát, a 432-721-es számon, Marseille-ben. A 10-es. Ja, és azt is mondja meg, kérem, hogy a dolog a szerződéssel van kapcsolatban. A szerződéssel? Igen, úgy van. Köszönöm. Viszont hallásra. Kinyitni, rendőrség! Nyitva van! Bírság? Jacques Brizát már nem tartjuk rendőri megfigyelés alatt. És az embereit sem tartjuk már szemmel. Miért? Brizár ma este jótékonysági bált ad. Tehát a szállítmány nem ma érkezik be. Maga hiszi is, amit mond? Mindegy, hogy én mit hiszek és mit nem. Közölték velem, hogy szálljak le róla. Én ezt parancsnak tekintem. Marsak, ne törődjön a parancsa. Segítsen elkapni Brizárt. Én családos ember vagyok, és nem akarom megváltani a világot. Én megkísérlem. Igen? Ne mondj semmit, a Grand Hotelben vagyok, gyere ide. 12-es szoba, amilyen gyorsan csak tudsz. Mi történt? Valaki éppen beesett az ajtón. Rendbe szedem magam, és mindjárt ott vagyok. Nem arra, a gála este nagy teremben van. Meg kell látogatnom valakit. Az ráér, jöjjön velem. De nem vagyok az alkalomhoz illően öltözve. Az nem számít. Tessék. Köszönöm. Nézzék csak, kit hozok. Na lám csak, a népesedési szakértőnk. Még mindig öldösi az embereket? Amikor csak módon van. Hol voltál? Valami közbe jött, nem tudtalak felhívni. Az apád hol van? Csak kiment, hogy telefonáljon. Sokáig lesz távol? Ki tudhatja. Volt már úgy, hogy 2 hét múlva jött vissza. Én viszont mindjárt jövök. Mikor? Azt mondtam, mindjárt. Én sosem hagyom a kulcsot a zárban. Ne törődj a kulccsal. Újabban szívni valóval üzletelsz? És mi ez a büdös bagó, amit meg eszítál? Egyenes választ kérek. Mit csináltál ott a bunkernál? Brizár engem akart felültetni, én tiszta vagyok. Sosem üzletelek kábítószerrel, és ha már itt tartunk, hadd hozzam a tudomásodra, hogy bankot sem rabolok soha. Te csupán gyilkolsz, igaz? Úgy van, Steve, én ebből élek. Mellesleg ezzel kapcsolatos, amiért felhívtalak. Ma éjjel akarom elintézni Brizárt. Felejtsd el, meggondoltam magam. Sajnálom, fiacskám, nincs rá szükségem. Nocsak. És a szerződéssel mi van? A pénzt nem adom vissza. Sűzd meg a pénzedet, én magam kapom el. Szóval te nyírod ki Brizárt. Azt hiszed, nem tudom megtenni? Azért egy kis segítség talán el kell. Mindenkinek szüksége van egy kis segítségre. Van valami elgondolásod? Nem az én stílusom, hogy pénzt fogadjak el azért, amiért nem dolgoztam meg. Szakmai büszkeség. És ahogy mondtad, egy barát mindig jó háznál.
Tudod, hogy az emberünk odalent zabálja a kaviárt a partiján? Mondtam én, hogy el kell neked egy kis segítség. He? A szimatod már nem a régi. Mi? Az emberünk nincs odalent. De hiszen az előbb mi? Találkozója van valakivel egy Buenos Aires nevű lebúj előtt pontosan most. Az a pasas Brizár embere. Aha. Már találkoztunk. Igyekezzetek. Vissza kell mennem az estére. Ne legyen olyan türelmetlen, Brizár. Maga akar engem letartóztatni, Briák? Nem, dehogy. Nem fogom letartóztatni. Meg fogom ölni. Nagyszerű húzás, és mindezek után megkaparintja a szállítmányt. Ahogy mondja. Ventura azt hiszi majd, hogy Diré ölte meg. Vége a játszmának, Brizár. Steve, ugye mondtam, hogy mindnyájunknak el kell egy kis segítség. Thank you.
Korán reggel jachtra szállunk, és nekivágunk a tengernek. Merre megyünk? Valami meleg és biztonságos vidékre. Ellenség a környezetszennyezésnek? Hogyan, kisasszony? Ön is harcol a légszennyezés ellen? Ó, igen, hogy ne, éppen azért vagyok itt, köszönöm. Szabad egy táncra? Hát persze. Thank you.